Kollár Csaba Magány című filmje után egy egész más témával fogjuk folytatni. A külön díjas filmet láthatják a nézők, és egy picit beszélgetünk előtte a filmről, az alkotóval, az alkotókkal. Terünk szerint itt ült volna velünk a stúdióba Gömbös Olivér, akiről szólt a film, és aki alkotója is, és résztvevője is volt a filmnek, és itt van velünk a stúdióba Gömbösné Hideg Viktória, az édesanyja, aki szintén részvevője, készítője, segítője volt a filmnek, és a család harmadik tagja, Marcell is, aki részt vett a film készítésében. A téma az autizmus. Tulajdonképpen érdekes, mert az autista gyerekek is, az autista felnőttek is egy magányban élnek, és az előző film a magányról szólt. Ennek a filmnek viszont az a címe, hogy majdnem olyan. Tényleg az autisták majdnem olyanok, mint a többiek? Így van, az autisták majdnem olyanok, mint mi, de mégis mások, és ahányféle autista ember él közöttünk, ők ugyanolyan annyi félék. Tehát 1 millió ember, 1 millió féle, mert az autizmusra nem csak az autizmus jellemzőjáruk, hanem mindenkinek van saját egyénisége, személyisége, és mindenki másfajta családból jön, másfajta értékrenddel, és ezek az ember összképét alapvetően meghatározzák. És ahogy itt ült volna velünk Olivér, hát ez a film is rávilágít arra, ahogy egy korábbi filmjeiben is elmondja magáról, hogy ő igazából ezzel a kisfilmes alkotó folyamattal tudja megmutatni magát, elmondani magáról, hogy tényleg majdnem olyan, de mégis más, hiszen egy ilyen kitüntetett szerepben, hogy ő itt üljön, itt legyen a kamerák keresztüzében, és róla szóljon mondjuk egy műsor, azt nehezen viseli. Viszont amikor együtt vagyunk családias környezetben, csak az ismeretben, erősök, egy ismert, elfogadó környezetben, akkor ő nagyon jól meg tudja mutatni magát, nagyon jól együttműködik, nagyon jó ötletei vannak, és ez az önkifejezés számára, ez a kisfilmes alkotás. Ez a kisfilmes alkotás eléggé megdöbbentő, mert tulajdonképpen én filmesként is azt mondom, hogy majdnem egy profi munka, és Olivér a filmbe remekül alakítja saját magát, tehát egy jó színészi vénája is van, jó a kifejezés, teljesen lenyűgöző az egész, ahogy ezt elkészítettétek. Hogyan készült a film? Igen, Olivierről annyit kell tudni, hogy általános iskolás korában derül ki róla, hogy autista, épértelmű autista, és akkor igazából az iskolában, ez 7-8 évvel ezelőtt történt, nem nagyon tudtak az autizmusról, holott ez egy integrációs általános iskola volt. És én, ahogy az interneten kutatgattam, hogy hogyan lehetne Olivernek segíteni, a közösségének, a pedagógusoknak segíteni a velő való kapcsolatteremtésben, akkor találtam rá az érzékenyítő programokra, lehetőségekre. És mivel a gyerekeknek a mai világban ugye az elsődleges információforrás az internet, a különböző videó megosztók, és az én fiaimnak is ez volt a hobbija otthon, a család szórakoztatására készítette kisfilmeket, hogy akkor egy kisfilmmel kéne megszólítani a közösséget, kapcsolatot teremteni Olivér és a közössége között. És az ő ihlette a Sorsfordító című kisfilmünket, amit egy profi alkotócsapattal ezelőtt, 4 évvel ezelőtt készítettünk, és gyakorlatilag Olivért annyira inspirálta, motiválta az, hogy látta, hogy az ő általa ihletett film az ő közössége, vagy ekkora változást, nyitást az ő irányába váltott ki, hogy ő maga is azt mondta, hogy anya, ennek legyen folytatása, hogy akkor ő szeretne már saját maga a kis ötletéből, a saját világából valamit megmutatni a gyerekeknek. Milyen kamerával, hogyan dolgoztok? Hát ez egy teljesen ilyen kis kezdő fényképezőgép kamera, digitális kamera, és a nagyobbik fiam Marcell elég otthonosan mozog, ez a téli, az egyik hobbija volt pár évvel ezelőtt, a videózás, fotózás, és akkor amikor még a profi filmesekkel együtt dolgozhattunk, abban pár napban nagyon sok mindent ellesett, apró trükköket, technikai fogásokat, és akkor ő lett végül is a mi kis operatőrünk és vágónk otthon, és ő adja gyakorlatilag a technikai utatásokat minden mai napig, hogy anya, hogy kell ezt megcsinálni. Olivér mennyire vett részt az alkotásnak a folyamatában? Igen, tehát az ötletek, az alapötletek, hogy éppen magáról mit szeretne, milyen témát az autizmusával kapcsolatban mondani, az ő adja. Elég elvontan, vagy nem számunkra furán kommunikál,
tehát hogy ilyen kis csapongó ötletei vannak, éppen ezért nekem az a szerepem, hogy amit ő elképzel, hogy mi legyen egy filmnek a témája, és azt hogy mutassuk be, azt én megpróbálom így lefordítani az úgyhogy neurotipikusak a mi átlagos világunk számára, segítek neki a fogalmazásban, hogy tényleg egy ilyen jó összefüggő történet legyen, és mindenki számára. És akkor számára. Azt megtanulja azt a szöveget? Nem, hanem ezt leírjuk közösen, uh-huh. Tehát megalkotjuk, és akkor tehát hogy még ott tart, hogy ő nagyon szívesen megmutatja magát egy kamera előtt, de nem szívesen, tehát a kamerába se szívesen néz bele, nem szívesen uh-huh. beszél a kamerába, és úgy, ha én ott vagyok. Azt szokta otthon, hogy magának, hogy minden gyerek otthon kis videókat, házvideókat csinál, és akkor ő jól beszél a kamerába, csak ha már más ott van, akkor nehezen. Most, viszont ezt narrálta végig, viszont saját maga. Viszont ezt kitaláltuk, ezt a formát, hogy jó, ott nem tud beszélni, mert fél a kudarcról, hogy elakad, vagy nem úgy fogalmazza meg, ahogy ő szeretné, és akkor ez nem olyan lesz, hanem csak a játékra, a színészi munkára uh-huh. koncentrál. Viszont utána akkor átbeszéljük, hogy akkor itt mit kell volna mondania, és akkor azt utólag felvesszük hangfelvételen. Tehát gyakorlatilag teljesen a profi filmes trendet követve próbáljuk, készült igen, próbáljuk, el az alkotás, amely nagyon-nagyon sok mindent elárul arról, ahogy mondta az édesanyja, hogy az autisták ezerfélék, mindenkinek megvan a maga értéke, ha mindenkinek meg, minden autistának megvan a maga helye és szerepe közöttünk a társadalomban, és hát rettentő, nem milyen jó kifejezést használtam, tehát roppant értékes emberek az autisták, hiszen tudjuk azt, hogy az egyik oldalon zseni, majdnem mindegyikük valamilyen szempontból. Zsófi? Hát azért ezt így nem merném állítani, vannak jó intellektusúak, ez ugyanúgy, mint a társadalom többi tagja, minden esetben az adottságaik és a saját képességeik, intellektusuk, személyiségükön keresztül megszűrve kerül hozzánk, így aztán sokfajta különbözőség áll elő. Ugye itt abban a bizonyos filmmel, Dustin Hoffman, mint tudjuk, ez nagyon elvitte a közembereknek a gondolkodását uh-huh. az autistákkal kapcsolatosan. A napközi otthonban, amit én vezettem, mindig volt egy ügyeletes autistánk, akit azért vettem föl, hogy egyrészt ugye abban az időben még nagy szerencsétlenkedés volt, hogy mi legyen velük és hol legyenek, de a másik oldalon azt gondoltam, hogy igen, mindenfajta különleges embert ez a csoport már el tud viselni. És nagyon szétágazik, hogy milyen tapasztalataim voltak. Viszont én szeretnék még annyit mondani az Oliver filmjéről, hogy annyira megdöbbentett engem, hogy ő ennyire profi módon megmutatta magát. És ugye szép ebben is az, hogyha megnézed a végén a szereplő listát, a munkatársi listát, hogy ott ugyanez a név, igen, csak a családnév folyamatosan előkerül. Tulajdonképpen nekem a tapasztalatom a munkám során az volt, hogy ezek a szülők csodatévő emberek, és mint a csodatévő emberek, ők is különcek lesznek valamilyen módon, de mégis tényleg ez egy nagyon komoly alkotás, amit egy ilyen család létrehoz. Én azt vettem észre, hogy nagyon komoly szociális elemként működik egy valamilyen mássággal bíró ember, nem csak a családban, szerintem szélesebb közösségben is, és nagyon szomorú az, hogyha a társadalom elutasítóan viselkedik, mert hiszik vagy nem hiszik, kis munkával és szeretettel sokat nyerhetnének. Remélem, hogy a kedves nézők is nyerni fognak a következő filmmel, hogyha megnézik, mert most levetítjük természetesen Gömbös Olivér, a Gömbös Marcell és Gömbösné Hideg Viktória közösen elkészített filmjét, aminek a címe majdnem olyan. Nagyon nagy szeretettel gratulálok Önöknek, kívánok sok jó közös alkotást, reméljük, hogy Marcell és Olivér a családon belül tovább tudja vinni azt a harmóniát, azt is remélem, hogy Olivér ki fog tudni bontakozni, és megtalálja a helyét majdnem olyanként a társadalmunkba, és egy boldog, teljes felnőtt életet fog majd tudni élni.
Kedves nézőink, köszönöm szépen. Reméljük, hogy ezekkel a filmekkel egy picit, ahogy szokták ezt most mondani, divatosan érzékenyíteni tudjuk önöket, hogy legyenek befogadóak, legyenek nyitottak, hiszen az alkotók, akiket az előző fél órában láthattak, illetve a családjaik megmutatják, hogy érdemes. Esténként nem tudok elaludni. Mások már rég alszanak, én meg ilyenkor gondolkodom. Magamról, másokról, a világról. Másként látom a világot. A világ pedig másnak lát engem. Nem egyszerű nyitnom a világra, mert az emberek néha észre sem veszik, máskor pedig azonnal feltűnik nekik, hogy mennyire más vagyok. Sokszor jó volna egyszerűen csak letörölni a másságot, de nem lehet. Másként érzékelem a világot. Az érintés az egyik legnehezebb. Mindig másképp hat rám. Sokszor nem szeretem. Persze van olyan egyszerű, megnyugtató érintés, ami mindig jó, szinte gyógyít. Legjobban különleges barátságaim segítenek hozzászokni az igazi érintéshez. Megérteni, mire jó és mennyire fontos, hogy közelebb kerülhessek hozzájuk, a többi emberhez, a világhoz. Az igaz barátságnál viszont sosem számít, ha nagyon mások vagyunk. Az érintésen kívül ott egy másik nagy kihívás is nekem. Hiába is szeretnék másokkal, akár ismerősökkel együtt lenni, nekem ez sem olyan egyszerű. Olyan érzés ez, mint egy igazi bátorságpróba. Amikor valami veszélyeset kell tenned, mert itt tudod csak megmutatni másoknak, mire vagy képes. Ha mások megértik a problémáid, a segítség, kapaszkodó. Ha csak furcsának látnak, már is egyedül maradsz. Pedig már majdnem ott vagy, majdnem megteszed. Hirtelen elszáll minden bátorságod, csak a félelmeid maradnak, nem mutatsz meg magadból semmit. Vajon az érintésem múlik, hogy annyira más vagyok? A barátaimmal azért egyszerűbb mindenen túljutni. Mindig nagyon várom a találkozásokat, mert nekik nem számít, ha valaki csak majdnem olyan. Velük azt is meg tudom tenni, amire máskor képtelen vagyok. Néha bizonytalankodom, de aztán egyszerűen csak megteszem, velük tartok. Azt mondják, a világ sokszínű, senki sem ugyanolyan. Minden folyton változik. Így van ez rendjén.
Szerintem is jobb így. Hogy csak majdnem olyan.